Sziasztok, Wiser vagyok, és ez előbb fejeztem be az Elf nevű játékot, úgyhogy most föltelepítem a Poliszt, ami 70 valahány, nem tudom már hány megabájtos, és megnézem. Ennyi az exe, Poliszt.exe, szóval fogalmam sincs, hogy ez micsoda. Így rendőr jelvény a logója. Kereken 70 megabájt játék. Az előbb fejeztem be az Elfet, ami 20 perc alatt végigértem azon a játékon. Első látásra ráadásul, és egyszer sikerült meghalnom. Gyerekeknek mondjuk jó szórakozás. Mindegy. Föltelepítem ezt a játékot. Igen. Magyar telepítés nyelv. Üdvözli az Police Destruction Street telepítő varázsló. Ugye nem autós játék lesz. 85,3 MB hely kell neki. Na nézzük, mennyi alatt rakja föl. 2 másodperc. Remek. Ennyi volt. Ez volt az intro. Most jön a játék. Ja, és ez megint egy fanwork, amit most láttok. Sziasztok, Wiser vagyok, és úristen, végre tudok ablakosban játszani egy játékot, és közben látom, hogy rögzíti ezt a Police Destruction Street nevű játékot. Ami, amikor először megkaptam ezt a zongrát, azt hiszem, mi a fasz, ez MIDI? Mindegy. Na akkor nézzük, hogy milyen beállítások vannak. Átálltam közepesre. Annyit csináltam az opcióknál, hogy bekapcsoltam itt a grafikai beállításokat, illetve átállítottam ablakosra, meg 1024x768-on hagytam. Mert hogyha erre tolom föl, akkor nem tudom, fölskázom 1080p-re, miért nem van, főleg ennél a játéknál. És ezt figyeljétek, tehát azt írja itt, hogy lengyel nyelvű. Ritz, hogyha ezt a videót nézed, akkor ezzel szerintem te fogsz leginkább rögni. Tehát ezt írja, hogy lengyel nyelvű, erre magyar feliratok. Szlovén, cseh, német, angol, és itt a lengyel! Tehát a magyar nyelvet azt úgy írták le magyarul, hogy lengyel. Gratulálok! Na mindegy, úgyhogy akkor szépen kilépünk, indítunk egy új játékot közepes szinten. Húha! Ez irányítás, ezt nem is tudom megnézni. Jaj, ne, milyen játék ez? Balegérrel kell lőni? Mi ez? Az a célkereszt, jó van. Úristen! Középsegére lehet cserélni, mi van? Ne, hogy már azzal kell nitrózni. Úristen, ez irányítás, az valami borzalmas. Mondom, ezt a szét kell lőni? Mi a franc folyik itt? Mi van ezzel a játékkal? Komolyan nem értem, mi folyik itt? Semmi sincs meg 7 kocsit 70 másodperc alatt. Melyik hetet? Kik lőnek rám közben, vagy mi van? Ezek a hangeffektek, úristen! Mit csökken a pontszámom? Mitől csökken a pontszámom? Mivel lehet amúgy energiát gyűjteni? Az ott mi az, ezt felszedjük. Te elveszettem egy kocsit, vagy most ez mi volt? Lényegtelen, 5 Police Station autót ír még ott. Mondom, ezeket kell itt pusztítani, mert nem mérte ki a kiket. Úristen, mi ez az elmebeteg szar? Annyira érzékeny az irányítás, ezt nem hiszitek el. Szóval tök mindegy, hogy milyen autót lövök. Tehát a tűzoltó autót is szétlőhetem. Értelek. Az úgy fölöttébb igazságos, mit nem... Mondjak, mi a faszom az? Milyen mínusz 500? Leromboltam egy épületet? Tehát, hogyha elfogyottség, akkor elvesztek egy autót? Vagy most ilyenkor mi van? És igen. És jó, látom, hogy a pontszámom is csökken. Na, 7 autót 70 másodperc alatt, most legalább le van rombolva a környezet. Egy kicsit könnyebben tudok így navigálni, anélkül, hogy tönkre menne a kocsi. Na, nem. Ávédül is ez is pusztításnak számít, úgyhogy engem nem érdekel. Ez az, vannak energiacsíkok, autodistract forever.
PS1-es játék, még ott valaki kérdezi, Driver Pwn-nak tekinthető. Nekem ez volt meg, nem a Driver, LOL. Lőd már szét ezt a kurva minit! Úgy van, na még kettőt, és még egyet. Mert az 5, meg 2, az 7, és a chipshez kóla illik. Először ez mi? Az mi? És mi történt? Mi ennek a játéknak az értelme? Mi a rossz sebet kell így csinálni? Mik ezek a hangeffektek? Mi? Ez mint hogyha valami... Nem, egyszerűen szavakat nem talál. 13 fát, 65 másodperc alatt. Ez még egyszerű, mert itt legalább tudom, hogy hol vannak a fák. Hát itt, szar meg a pad között. Azt hittétek, hogy valami eredeti pointnak fogok élni? Nem, mert itt nem is tudom, hogy milyen point tudok okomozni ehhez. Nem találok szavakat erre a játékra. És ez az eső hangeffekt. Hát nem hangeffekt, hanem grafikai effekt. De a hangeffektek is szarok, mit nem mondjak. Még három fa. Közben sérül a kocsim, csak így halkan mondom. Még ez lehetne lőni őket, de hát érdekel. Három épületet. Na, szarok rá. Akkor ezt fogom csinálni. Még jó, hogy maradt életem hihetetlen. Ilyen hülye feladatok ezek. És ebből áll az egész játék? Mert ha igen, akkor jaj, istenkém. Nézd, milyen feladat ez. De ez volt az előbb. Milyen még három épületet nem volt elég az előző? Vagy most újabb feladatot kéne találnom, és az előzőt látom meg. Ott nem azért, de a levegőbe ütköztem neki valaminek. Valamit főszedtem, de azt gondolom pajzs akar lenni. Jó, itt a második épület. És kimegyek a végtelenbe, vagy most hova vagyok? Hol vagyok? Mit csinálok? Hol a harmadik épület? Ott van a harmadik épület. Az ott micsoda, hát a Bumpestol logót leszámítva. 6 bűnözőt, 50 másodperc alatt. Jó, de hol az első bűnöző? Kezdjük azzal. És hova kell menni? Ide? De most mit csinált, ha? Milyennek az értelme? Ezt azért kapok pontot, hogy... Föl kell szedni a bűnözőket? Mi a fasz kell csinálni ezzel a játékkal? De tényleg? Mit? Hú, ezzel hármat megcsináltam, az... Az úgy konkrét. Na, ki akarok tolatni onnan, nem pedig pupákolni akarok. Ez... Újabb bűnöző? 4, akkor még 2-t kéne találnom, de hol van az a másik 2? Isten szerelmére, mi a fene folyik itt? Most időt adott? Ott egy bűnöző! De hol a hat, ott a hatodik. Hát ezek a hangeffektek. Parádésok. Ebből áll az egész? És mik azok a 30 ezer valamik? És miért csökken a pontszám? És ez az a bónuszpont, amit majd kapni fogok, vagy most... Ha az elfogy, akkor vége a játéknak. Nem értem. Na, mi a következő feladat? Meg gondolom, itt most van egy nyíl. Örülnék, na végre. Na szóval, el kell fordulni, ott vagyunk. 7 gépkocsit 70 másodperc alatt. Ez egyszerű, mert itt van 3 kapásból. Abszolút érzékeny az irányítás, és nem azért. Ott van még 2-3 sok. Na, ezt a 3-at itt most elkapjuk. Valami komikus valami akar lenni, mert nem jön össze neki. Ezek a boomok, meg ezek a kiírások, ezek abszolút képregényszerű, de nem jön össze. Kész, megvan ez a falat is.
Nézzük, mi a következő feladat. Hát, ez már volt az előbb. Sérülések túl nagyok. 13 megsemmisített épület. 18 megsemmisített gépkocsi. A gyönyörű Gerő roncstelep. Gerő? Roncstelep. Köszönő oklevelet küld át. 6 elfogott bűnöző. 93 leadott kövés. 65 sikeres találat. Találatok 69,9% és mindez 7 perc 56 másodperc alatt. Ne nézzük a... Nem azért, hogy ez a mozgó hangeffekt a menüben, ez Colin McRae-dal is. Ami kurva szomorú. De nagyon halkan megjegyzem. Na nézzük. Mi folyik itt gyöngyösön? Na várjatok egy pillanatra. Nem tudom, mit kell csinálni itt. Ez ide kevés a hely, ugye nem az F meghajtóra töltöm le azt, amit. Na várjatok. Oké, megoldottam. Na, szóval az a helyzet, hogy mit kell csinálni. De most ennek a játéknak van vége? Most hajgálja a küldetéseket, de amúgy gőzöl sincs, hogy van-e vége ennek. Széttetőn egy épületet? Ám úgy tűnik. Na? 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 Vagy ez pont nem lett, mert az a rendőrőrs? Jaj, hát akkor bocsáss meg, hogy rossz helyre lövök. Mi van itt, hogy végigmegyek? Nem érdekel a feladat. Hova megyek? Ne szórakozzunk most, ez... Imádom, nem lehet kamera nézetet váltani. Hova a fenébe megyek amúgy? De tényleg? Jobb egér a fék. Wow. De hova megyek? Van ennek vége egyáltalán? Nem úgy tűnik. Most gondolom visszafelé is ekkora távot kell megtenni. Szarok rá, megyek tovább. Desert Bus után szabadon. Hát ezt végigjátszani nem fogom. Ezt garantálom. Tehát ebből nem lesz több. Mi ez a kameramozgás? És mi ez a háttérzene? Hát nem azért mondom, de szerintem itt nem lehet kimenni a pályáról, vagy valami ilyesmi. Bocsánat, de tényleg. Ezt kérem szépen feladtép. Te szar! Ahogy Martin mondaná. Hát Benyó boly, nem tudod te, hogy mit vettél. Mi ez? És mennyi ideig tart, amíg visszaérek? Azt hittem, hogy lesz egy ilyen loop, hogy abba berakja a játékos, hogyha túlzottan messzire megy. De úgy tűnik, hogy itt ilyen nincsen. Nincs. Abszolút ez semmi. Nincs. És még mindig megyek! Érjük már vissza! Basszus, ennyi idő alatt elolvasom az Ariel Tournament-nek a hátsó doboz, vagy a dobozának a hátulján levő leírást. PS2-es verzió. Direkt szórakozik velem. Martin küldte születésnapomra, ez volt a második játék a háromból, a harmadik még nem jött meg. De most... direkt pont akkor érek vissza. Hogyne? Ezek a papírok mire valók? Hát kérem szépen, semmire.
3 bűnözőt 45 másodperc alatt. Oké, és hol vannak a bűnözők? Hol vannak a bűnözők? Na, menjünk már onnan. Az egy bűnöző, de hol van a másik? Mert fölvenném a többit. Ott vannak! 2. És hol a harmadik? 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 Megvan a harmadik, de hol a rendőrös? Kevés az idő. Miért játszok még mindig ezzel a játékkal? Gyerünk, 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 pat, 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 pat. Úgy van. Álljon meg egy pillanatra, szerintem itt az a lényeg, hogy elérjük a nullát. Ó, hát akkor az annyira nem is nehéz. Főleg, hogyha megint ezt a feladatot csinálom. Ha, 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 ha. Ott bűnöző numero uno. Hogyha el tudnám ütni végre. Kettes. Sietni kéne. Bocsánat. De legalább le tudom vágni az épület útját. Úgy van. Hát, hogyha ezt kell csinálni, akkor ez egyszerű. Következő. 8 gépkocsi 80 másodperc alatt. Ez se annyira nehéz. Nehéz. Mert csak így elő kell szedni ezt a szart, és itt lőni kell. Csak el kell jutni egy autóhoz. Érdekes rendőrök ezek, hogy így a tűzoltó autót, meg ilyesmiket lőnek szét. Tényleg nagyon baráti dolog. Nem találok szókat. Mi ez a játék? Ki gondolta ezt komolyan? És miért jelent ez meg? Ó, javító készlet. Ú, de sokat javítottál, bazd meg. Na. Hát csak 55.100. Ú, következő feladat. 16 fát 80 másodperc. Szét lehet ülni a fákat? Ez az szét lehet, és korlátlan pisztoly történjen egyszerű. Ne, olyan, mint a Deadpool is korlátlan. Nem, dehogy is. Kevered a Tomb Raiderrel. Legalábbis az eredeti részekkel. Ott korlátlan a pisztoly történj! Bizony. Tudtátok, hogy a Rise of the Tomb Raider az csak az Xbox 1-esre jelenik meg? Elég korrekt, mit te mondjak? Nem azért mondom, de eredetileg többnyire a PlayStation platformra jelent meg Lara Croftnak a játékai. Többnyire, mert az első rész a Sega Saturnra is volt például. Meg PC-re is, de most ez mellékes. De most hirtelen így átmegyünk Microsoftra. Ez szép dolog. Ezek a hangeffektek agyamra mennek. Na még egy fa. Na. És már csak 42.000-nél tartok, és még egy életet nem vesztettem el. Megint a fa, ez az, ez az. És fogynak a fák. Megfutnak a fák. Fel, nem tudom, hogy van már Tomboytól, futnak a fáknak a refrénje. Úristen, magyar dance számot akartam referálni. Mi van velem? És nem Hands Up-ot, hanem dance, ez 2003-as, azt hiszem. Lényegtelen, miért erről beszélek? Nem tudom, mert ez jutott az eszembe, pont. Nem is azt lőttem, de jó, oké. Na, na még 6 darab fa, 5 darab fa, 4 darab fa, 3 darab fa, ott a következő valahol. Ott volt a két épület között, oda tolatunk, vagy nem, vagy mit tudom én, de oda tolatunk. Ez az, családi titkok! A rendőrök fát pusztítanak. Vajon Sándor rájön-e a feladatára? Ott egy 300-as, ami 100-as, csak úgy hittem, hogy az 1-es, egy 3-as. Hú, de hülye vagy, kérdőjel.
Ó, mi az, nézzük. 6 bűnözőt. Na, hol vannak a bűnözők? El fogok veszteni egy pocsit. 1. Itt a 2-es. Eléggé kockázatos dolgot veszünk figyelembe itt. Hát korára, vagy milyen magasságban repülnek ezek a bűnözők? Most nem azért. És miért vagy mindegyik rabruhában? És mit kerestek az utcán, rabruhában, megismétlem, a bűnözők? És miért néz ki mindegyik ugyanúgy? Még 3-at kéne találni. 2-t. És már itt vagyok, akkor megkeressük az utolsót is. Ott, és nem azért, de itt van az épület mögött. Mi a fasznak kell az épületnek a másik sarkába szállítanom rendőrautóval? Hülyék! Ez 2850, tényleg? Megint bűnöző szállítás, jó van. Úgy vannak ketten is. Na, kezdve meg van 3 darab. Elveszettem egy autót. Következő, ennyi volt az első pálya? Következő város. Na nézzük. Ezek után ettől a játéktól félek. Na nézzük, mi van itt. Billie Jean akkordok, tényleg? Ó, most meg már nem az, de jó. Tolatva nem sérül annyit a kocsi. Tényleg? Na, ne bassz föl. De, ugyanúgy. Hát azt nem fogjuk elpusztítani, mert az a rendőrőrs. És azt tudom lehet. Úgy már 200 000 pontot kell összeszedni. Úgy az első bűnöző. Itt a második, és ott a harmadik. Hú, hát ennek sok értelme volt. Na, mi ez a csillag? Jaj, 5-öt kell, nem pedig állj meg egy pillanatra. Ott a mit keres a... Miért kell elszállítani? Ott van az épület. Pfff, ez hír. Ez balfasz játéktervezés. Na, hol az utolsó? Ott az utolsó. Aha, de ezzel már is 176.900-ra vittük le a pontot. Megint bűnöző szállítás? De jó! Na nézzük, hol vannak. Itt az első. Benyobolja ez a játék förtelen. Remélem tudod. Ezzel megvan 2. Ez a fordulás. Miért forduljak ide? Jó, hozzam az őket, jól van. Nézzük a következőt. Ott van, visszafordulunk, elindulunk, autó, jaj. Au! Jó, ott egy újabb bűnöző, jaj istenkém, hát mit csinálok? Na, ide kanyarodunk. Úgy van, ennyi volt ez a feladat. És már csak 150 valány ezer pontnál tartok. Szóval le kell csapni nullára. Értelek. Ó, ott láttam megint valamit. Megint 3 épület. Remek. Ez a medál. Összedjük.
ennyi volt, ez az újabb pontszám, yeah. Már csak 140 valahány ezer, mert nem nézek oda most pontosan. Na itt gondolom fa. Két épületet 20 másodperc alatt. Itt az első. Hol a második? Itt a második. Ajaj. Valami kreativitás hiányzik innen, nem? Megint bűnözők. Hát jó, mondjuk ez sok pontot ad. Úgyhogy nem nevezném ezt problémának. Első emberke. Második emberke. Harmadik emberke. Tényleg? Na hol a negyedik? Te most engem ott lősz? Hát bazd meg a kurva anyádat. Az ott szerintem engem lőtt, de mindegy. Na hol a negyedik? Te hogy kerültél oda? Na, elmegyünk az ősre. Hogyha oda találok, egyszer. De felszedtem egy bűnözőt, de ne zavarjon, ne zavarjon. Ez ott nagyon útban volt. Hol az ős? Hol a faszomban van az ős? Fuck. Most azért kaptam 500 pontot, sajnos. Tizenhárom fa, ez menni fog. Mit ártottak ezek a fák? Ez most egy komoly kérdés. Mit ártottak ezek a fák? Korponai után szabadon szarpott fák. Jó, beledöttem az épületbe, hát ezzel szerintem pár embert meg is ölhettem. De ne zavarjon senkit se. 6500 pontot adott. Az úgy korrekt. Na, megint bűnözőket szállítunk. Kettőt, hármat. Hol kell fordulni? Gondolom itt. Megint engem lő. Ne. Na, és az utolsót kéne megtalálni. Elindulunk hátrafelé. Meg kéne fordulni, ugye? Akármis az főszerem, nem érdekel. Jönjük vissza-vissza, előrefele, így, erre kell elindulni. Hova mutat? Bazd meg, itt van valahol. Ide kell, kész. Össze-vissza mutogat a nyíl. Hú, már fél távon járok majdnem, yeah! Az milyen feladat? Épületes. Ez nem jó. Ez egynek jó volt. A második. De ezzel végül csak pár száz embert tölünk meg, ne zavarjon senkit se. Ezt főszedjük. Na és most mi a következő? Ez az fás! Ez az! Hát remélhetőleg nem valami osztozó játék.
még két fa, hogyha ezt el tudnám találni. Talán már el, na. És mennyi pontot kapunk? 7500-at, bazd meg, a faírtás a legjobb feladat ebben a játékban. Ez rohadtul szomorú, az a csillag az mire való? Hát nem tudom, de fölvettük. Jaj, gépkocsis. Nem direkt megyek neki ezeknek az épületeknek, még mielőtt valaki azt hinné. Egyszerűen az irányítás zavaróan rossz, meg érzékeny is. Hát kicsit sem feltűnő, hogy egy rendőrautó a másik autókat pusztít el. Á, de hogy? Ugyan már ez természetes cselekmény a városban. Ugyan már, mit hittetek? Hát de tényleg? Mi ez? Miért kell nekem autókat széplőnöm? Na még egyet kéne valahol találni, mondjuk ezt itt. 4500, ez csak 4500 pontot ad, csak így halkan megjegyzem. Hát azt nem lőjük szét, mert az a főadi szállás. Hol vannak itt még épületek? De kajak, hol vannak itt még épületek? Tudom, hogy körbe mentem. Hát mindegy, kaptam 500 pontot érte. Na ez itt fa. Háj, megint kocsis. Ne! Na még hármat ezen kívül, úgy van. Találtam egy újabb játékot a Traktor Racer fejlesztőitől. Ezt így halkan megjegyzem, hogy sikerült találnom még egy szart. Úgyhogy, jaj. És én nem látom, szóval ne aggódjatok. Na, milyen ez? Négy bűnözőt. Jó van, de hol a többi? Hirtelen respawnolnak az épületek? Három bűnöző. Na és hol az utolsó? Egyenesen át. Hát vagy, ez az. Menjünk vissza. Így, ezen át. Mindenen. Így, így. 4000 pont. Hú, már csak 40, mit tudom én hány ezer kell. De hogyha ezeket itt szétlőném. Ezzel is csökken a pontszám, tényleg? Nem, mégse. Az ott milyen feladat? Három épület. Az ilyen szart utálom. Na jó, megcsináljuk. Kéne még egy épület, ott a harmadik épület. Ezt épp észre nem tudom fölfogni, hogy ez most mégis hogy. Egy bűnöző, nem bűnöző, kéne még találni valamennyit. Például őt. Ott van még kettő. Vagy egy. Tűnik, hogy csak ennyit enged egyszerre.
Nem itt van valahol a földi szállás? Nem, itt van. Hello, egy. Na, még valaki esetleg errefele. Aha, lövő ellenfelek, jaj de kaffa. Úgy van. Na és akkor a földi szállás az elvileg itt van, hogy át kéne vágni itt. Elvileg. Bazd meg. Úgy van. Na, hol az utolsó? Utolsó, hol vagy? Gyerünk, nincs sok idő, sietni kell. Még mielőtt megőrülök? Mielőtt végleg elmegyek. Gyerünk, indulj, 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 leszarom, gyerünk. Hát, itt mindenen, és itt lesz szembe. 5500 pont. Mindjárt készen is vagyok, tényleg? Az úgy... konkrét. Valami jelvényt láttam, amit föl kéne szedni, hát, ha egy életet ad, vagy nem tudom. Ájjaj, nézzük inkább körül. Egy pontos pick-up... ah, itt volt az. Hogy ez csak egy pajzs. Oké, és... épületpusztítás. Óhó, remek. Ennyi. Hát ez zseniális. Semmi sincs meg minden célt. Hogy ez időre megy. Ó, komoly zenét adoptáltunk, de jók vagytok, nem. Inkább lőni kéne ezeket, de most már tök mindegy. Na még 11, 10. Ott van 4 darab legalább. Á, itt az összes, lol. Hiába jelzett, bazd meg, itt van az összes. Ó, ez is geci idegesítő. Á, fejezzük már be! Vége! Hozzáférhetsz egy új gépkocsihoz. Úristen! Megint ilyen zenét adoptáltatok? 6 gépkocsit 60 másodperc alatt. Ők is Mexikó, gondolom. Itt egy újabb kocsi. Néha én sértem, hogy ezeknek itt konkrétan mi a rosszabb értelme van. Nem lehet a szép... na, azért mondom. Még egy kocsi! Gép kocsi kéne, hogy azon megcsúszunk. Oh. Na, de te most megbaszolhatsz. Így. Hol vannak itt a bűnözők? Kezdésként itt van, hogyha neki tudnék menni, egy darab. Meg még egy darab. És még egy darab. Egyszerre 4-et is lehet szállítani? Lehet 5-öt? Inkább ne nézzük meg. Ott az 5-dik, na ne szórakozz! Hát ez gyorsan megvolt. Na, fa. Na, megint kocsit kell lőni. Hát ez gyorsan megvolt. Nem látok. Itt van az a rohadt szar.
következő hely, Jancsika, Jancsika. Dunára fúj a szél. Elkezdik négy dolgokat idézni, hogy ne szórakozzunk. De mégis. Na még egy Otto, ott az ötödik, ami nyolcadik Otto. Gantotovesti. Úgy van. Javítani kéne. Mondom, javítani kéne, ezzel nem fogok javítani. Épület rombolás, jó van. Mondom, ez is. És megint kocsit kell lőni. Miért? Itt kettő is van. Ez hasznos volt, de itt a harmadik. Aj, megfordítja a kocsit így 30 fokkal. De szép! Aha, nem. Javítsunk. Hát ezzel sokat javítottunk. Ellenfelek. Na most itt mindenki ellenfél. Na még kettőt valahol. Ott jön egy. Na és az utolsó. Adja! Úgy van. Hol fogom az utolsó autót megtalálni? Szerintem ott éppen elkanyarodott egy, de sietni kéne. Az. Mission failed, persze! Ja, mondjuk ezzel is gyűjtöm a pontokat. Minden egyes épület után jár egy ezres. Itt 7 bűnöző az első kapásból. Második, meg ott egy kaktusz. Harmadik, negyedik. Na, még hármat aztán. Ennek a feladatok is ennyi. Hú, de faszák vagytok, gyerekek! Köszönöm, köszönöm szépen az extra bajlódást! Nézzük. Megint épület. Hogyne? Hát mi más lenne? Ezért nagyon sok pontot kaptam. Ez nem megy olyan gyorsan, mint az előző pálya. Miért nem? Mondta, hogy fa. Megint kocsit kell lőni! Nem, te baszolj meg. Csillag. Ezt a pályát megcsinálom, aztán szerintem mostanra ennyi. Vagy lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ezt egy videóban fölrakom, és akkor lesz, ami lesz alapon. Csak tudnám, hogy hol vannak ezek a kurva autók. Ez kamera nézett az embert. Gondolom, ez még kimentem a pályáról, és ez itt a baja. Hát valószínűleg az volt, igen. Hát ezzel ugye elfogy az időm, hogy megint mission failed lesz. Hacsak nem jön még két autó hirtelen velem szembe. Na még egy autó, könyörgöm. Egy autó. Szépen vagyunk. Hol vannak a bűnözők? Baszolj meg.
Kéne valami javítókészlet, kurvára tudnék örülni neki. Vagy hogyha gyakrabban lenne, annak tudnék örülni. Hát így, hogy fogynak az életeim, az nem valami igazságos dolog. És ezzel meg is fogyunk. Úgy van. És még fél távnál sem járok. Épület. Fás miért nincs? Megint bűnözőzni kell. Igen, ez egy szerzett némi pontot. Na. Elvileg itt van valahol. Miért mutogat körbe? Miért egy bűnözőhöz mutat ez a szerencsétlen, amikor nem az kellene, hanem az, hogy el tudjuk ütni az őshöz? Mindjárt elvesztek még egy életet. Úgy van! Na. Hol van a rendőrös? Mert itt kéne lennie valahol. Vagy tévedek? Biztos, hogy tévedek. Jó van, na nézzük. Ez volt egy autó. Két autó. Három autó. Négy autó, öt autó, ennyi. És még mindig nem vagyok fél távon, és már két életet elvesztettem ezen a pályán. Az eszem megáll. De komolyan. Mondd, hogy fás. Megint épül. Ez egy lófasz pontot nem kapsz. Plusz 1000 pont. Hú, igen. Na végre! Fás feladat! Ebből miért nincsen több? Vagy csak nekem nincsen szerencse, hogy megtaláljam őket? De általában ez így szokott lenni. És már megint kocsikat kell lőni. Embertelen. Száz pontot. Nem, hogy ezresek lennének, hogy könnyebb dolgod legyen, nem. Mindig 130 ezer Isten. És megint bűnözőket kell szállítani? Hát. Vannak négyen. Megyek arra, amit a nyíl mutat. Kész. És bejött. Ötös. Hatos, hetes, és itt most egyenesen át. Baszódjatok meg. Már megint nem oda mutat, ahova kellene.
Igen, ott a pálya vége van, meg érzésem szerint. És egyenesen megyek. Így. Maradék kettőhöz, egyhez, sehova, kész. Át a túloldalra. Ott vagyunk, na, bekanyarodsz. Már csak 80, valahány ezer pont. Van megint. Most minden kezdem meggyűjteni őket. Úgy van, még egy élettel kevesebb. Kösz. Mennyit szedtünk a négyet? Elvileg. Jó, akkor még kettő kell. Az ott micsoda mellette? Van most csak egy reklámtábla. Bekanyarodunk, így, és most ide beállunk, kész. Ami életet kéne szerezni, mert az kevés van, nagyon kevés. És megint kocsikat kell lőni. Már megint kocsikat kell lőni. Amiből most egyet sem találok. Az a pálya vége akar lenni. Sehol egy autó, basszus. Hol vannak az autók? Sehol egy autó, most ilyenkor mi van? Nem azért mondom, de én egy autót nem találok. Mert itt van mindegyik, tényleg? Mondom, ebből kettő lőni fog rám. Ne zavarni, ez csak öt autó, nem pedig hat, de jó, oké. Ez hasznos volt, köszi szépen. Épület, ez menni fog. Na, 1000 pontos feladat. Te most direkt szórakozol velem, ugye? Na, hol vannak az ellenfelek? Már megint. Például itt van négy autó. Összedjük az órát, úgy van. Na, nem tudom eltalálni ezt az autót ott. Na, végre. Az meg, de sokan vagytok itt. Ez szép volt. Megint bűnözőket kell szállítani. És ilyenkor nem ad pontot a szétölt az autókat, hogy ne. Ah!
Ja, már fogyóban a pontszámom, de most nagyon. Homokóra, főszedjük. Plusz 10 másodperc. 5 büntetőpont. 5 büntetőpont. 5 büntetőpont. Kizárás! Még ezt a várost megcsinálom, aztán tényleg vége. Legalábbis ennek a résznek. Aztán meglátjuk, hogy mi van tovább. Na. Még egy bűnöző kéne. Hova mutatsz? Semmi nincs. Na, még egy bűnöző, bazd meg. Mi olyan nehéz ezen? Nem találom meg. Nem találok be, Ági. Nem találok be. Ez mi? Tényleg, hol van ilyenkor? Hát ez szép. Mindegy, maradékot egy épületekből összehozom. Két épületet. Az előbb semmisítettem meg két épületet. Ó, azt főszedjük, mert az kell. Az ott kell. Úgy. Tök üres a város. Vajon miért? Ennyi! Remek! 40 bűnöző, 373 kövés. És most? Most mi lesz? Nem kezdem el, hanem most én itt abba hagyom, köszönöm szépen a figyelmet, Turostáska, Sajdosgrifő és Sóspelet, sziasztok!